Larcelli tehát megindult. Előre jött Cunego és Simoni is. Tegnap Tonkov nagy menetét láttuk, ma Garcelli jön. Tonkov azt mondta, hogy segíte Garcellinek. Kíváncsi vagyok, mit tud segíteni? Lélekben. Bele van. Goncsár szépen beállt Cunego mögé. Naudus is leszakadt. Eddig bírta. Igen, hát előre menekültek. Sokszor láttunk már ilyet. Belicotti jön ott a jobb oldalon előre. Popovics mögötte ő is szépen a defekt után fölzárkózott. A különbséget láthatjuk majd Garcelli és Cunego között. Pillanatokon belül kiírják. Másodpercre ment el Garcelli Cunegótól, és Garcelli mögött 7 másodperccel jön Vladimir Belli. Ez a legfrissebb információ. Valaki most megindul a Saekóból. Saekóból, igen, ők nem hagyják, hogy Garcelli irányítson most. Sylvester Smith. És megint milyen jól csinálta a Saekó, csak úgy finoman egy oldalvágás erejéig hagy jegyezzem meg. Ugye megint itt vannak elől a segítők. Itt jön Belli. Et írnak most. Nagyon szépen fölépített egyébként a Saekó megint a mai napra a taktikáját. Az nem fordult elő, hogy ők elfogjanak idő előtt. Elő van ugye két emberük is. Így van. Belli megadta magát. Nem nagyon tud menni Belli most már. Garcelli próbálna utolérni. Az a Schneider. Schneider, aki leszakadt, igen, az első csoportról. Most éri utol majd őt Vladimir Belli. Schneider is már a halálán van, pedig hol van még a hegycsúcs. És kérem szépen, ebben a 30 fős csoportból, ami itt volt, ugye kb. 10 km ezelőtt még 30-an voltak, jó, ha a fele megmaradt. Tonkov ott van. Tonkov, Goncsár, Pelicotti, Cioni, Valjevic, akik most a képen vannak. Laverde Jimenez a Formaggiból. Igen, Laverde, itt van Harate. Na egy kicsit, hogyha lejjebb menne a kép, akkor még... Igen, tehát ott Valjevic, Laverde, Harate, idáig láttuk őket most. Itt jön már Popovics. Popovics. Figueras. Figueras feladta. Nem, akkor... Várja, mindjárt... De Szella. Szella, így van, Emanuele Szella. Na nézzük, micsoda gyönyörű vidéken megy Mihajlevics, a horvát fiú. Garcelli jön. Magas ez a csúcs egyébként, de nem annyira meredek, mint a Mortillo holnap, ami lesz majd. Stefano Garcelli. Belli. Ott aztán szurkolnak sokan.
Mihajlovics. Ő is Vlagyimir, Belli is Vlagyimir, meg Iljics is Vlagyimir. Pont ezt akartam mondani. Ez egy nem túl szerencsés konstelláció így, de hát nézzük el nekik. Valaki próbálkozik megtartani a tempót vele, ő talán Bielka? Igen. Garcelli utolérte, aztán most próbál lendületet venni. Garcelli minden esetre nagyon jó tempóval megy, és viszonylag jól időzítette egyébként a támadását. Ott jönnek mögötte, még a Serpentinek az alsó részén vannak. Itt van Belli, azért ő is egy picit összeszedte magát. De azért lehet látni, hogy egy picit nagyobb a tempó hátul, mert megnyúlt azonnal a sor. És most Sylvester Smith, vagy még most is Sylvester Smith diktálja a tempót. És rajta kívül van még egy ember elő, Cunégónak és Simoninak. És hogy a két segítő elfogy, még mindig ott maradnak ketten. Ez most talán nem olyan meredek része a Cima Coppinak, ahol most jön Garcelli. Nagyjából úgy néz ki a Cima Coppi, és főleg az első fele, ami igazán combos. Utána az utolsó 6 kilométer az már csak olyan 6-5 százalékos, és az utolsó 2 kilométer pedig már csak 3-3,5 százalékos. Tehát ha itt a felénél túljutnak, akkor már talán nem annyira meredek. Belli utoléri a leszakadottakat. Jó. Szitakötő. Garcelli nagyon jön. Mihajlovicset kéne utolérnie. És a segítő már itt is van. Mazon, Oscar Mazon. Most már érthető, hogy miért vannak szökésben a nagyoknak a versenyzői a rajt után ilyenkor. Tudják kiaknázni ezt a lehetőséget, az előre tolt helyőrség. Ilyenkor aktivizálható. Jön a Saeco különítmény. Mihajlovics. Popovicsnak gondjai vannak. Megint gondjai vannak Popovicsnak, igen. Strauss. Strauss utolérik. Festve végig az út, ami azt mutatja, hogy kérem szépen, erre gyertek. Garcelliek tovább mennek. Szépen a
Serpentin nem annyira meredek, de hosszú. Igen, ez itt most már talán a lankásabb, ha lehet egyet. Még a vége meredek lesz. Melyik vége? Az már ott nem. Itt a vége az már. Itt már csak 7. 8%-os, igen. Meg utána már csak 3. Majd a nagy nehezén mondjuk túl vannak. A nagy nehezén túl vannak. Több mint 2 perce van Mihajlovics Garcellitől. Garcelli pedig 35 másodpercet tudott megszökni egyelőre a rózsaszínű trikóstól, Simonitól, illetve Cunégótól. Eldobtak egy piros sapkát. Húha, ez nagy gyerekje lesz a gyűjtőknek. Kiszögelés. Most Garcelli erősít, eddig bírta vele Mazon. Visszanéz már, mert lassult a tempó, és az nem kell neki. Simon jön előre, és félre parancsolja most már. Nem jó a tempó. Garcelli lejjebb váltott egyébként, lehetett látni, hogy a fékkart lenyomta. Garcelli növeli az előnyét. Ilyen 33 másodperc most már. Belli biztos, hogy nem fogja tudni utolérni, sőt Belli... Megtorpantak viszont. Ők viszont megtorpantak. Csodálatos a táj. Egyébként, hogyha fölérnek a Gaviára, azt számolom, akkor 20, több mint 25 km lejtmenet lesz egyben. 2618-ról lerongyolnak 1210-re, bemennek Bormióba, a Via Milanóra. Onnan még megmásznak egy kisebb hegyet, 1210-ről visszamennek 1425-re, aztán megint lemennek Bormióba, a Via Pecchiedi nevezetű útra, és onnan másznak föl a síparadicsomhoz 1938 méterre. Garcelli és mögötte a hófötte csúcs. Jó felvételek. Negyedszer indul a Giro d'Italián, egyszer győzött. Szilveszter Schmid, a lengyel. És lesz egy Intergiro is még Bormióban, azt kifelejtettem. A Via Milanón. Nagyon dolgozik Garcelli. Visszafogadta megy a Szájekó csapata. Nem tudom, hogy miért. Megmondom neked azért, mert abban bíznak, hogy lefele összerázódnak, és még mindig ott van az utolsó hegy. Annyira nem fog elmenni Garcelli. Most a fél perc előny az most
Semmi. Lefelé megfoghatják, és utána még ott van az utolsó emelkedő, majd azon elindulnak. Nem akar szerintem a Psycho idő előtt belemenni csatározásokba. Az is elképzelhető. Garcelli növeli az előnyét. Neutrál kocsi kísérés. Ott jobbra nézzenek föl, még mennyit kell fölmenni, te atya úristen. Mihajlevics. Mihajlevics. És Garcelli milyen jó tempóban jön. Nem véletlenül nyilatkozta tegnap Tonkov, hogy majd nézzék meg Garcellit. Bizony, bizony. Hát tudott valamit. Bekeverték már este a berbencset. Pont akartam mondani, jól sikerült a vacsora biztos. Cunego és Simoni. Itt jön a rózsaszín trikós. Van még ott erő. Visszafogadtak, de biztos vagyok benne, hogy van még ott erő. Nem akarnak úgy járni esetleg, mint ahogy eddig ők csináltak bolondot mindenkiből, amikor csak akartak. Nem ugranak minden támadásra. Garcelli küzdjön csak nyugodtan, hát az összetetben van 4,5 perc hátránya. Hadd menjem. Nem fog tudni annyi előnyt összeszedni. Nekik nem Garcellire kell figyelniük. Na, lassan itt vagyunk a... Itt ennek a hófalak, igen. Ahol... Fausto Coppi képét is láthattuk, Garcelli. Utolérte Pugacsit, a moldáv fiút, tovább is megy. Szépen összeszedi, 5 napig volt rózsaszínű trikóban Garcelli. Garcelli is küzd kőkeményen. Utolérte közben Pospiejevet, aki szintén elő volt. Még itt van Pospiejev. És megy tovább rendületlenül Garcelli. Garcelli nagyon elemében van. Mondtam, jön az alagút. Tunnel? Tunnel, 600 méter hosszú. Reméljük világos lesz bent. Legalábbis a kísérőkocsik fényében lehet majd menni. Cioni, váj! Gyerünk Cioni, gyerünk Cioni! Garcelli nagyon jön. Garcelli teljesen önkívületben halad. Sylvester Schmid. És a főmezőny, itt a főmezőny, ez a stabil kályha. Ide lehet visszacsúszni, és innen lehet elindulni. Alfája és az omegája.
És itt vannak az okosok, akármit is csinál Garcelli. Három kilométer még a hegycsúcs. Wegmanékat hagyta magára Garcelli. Ő eltalálta a ritmust. El. Sokat számít az a hosszú nadrág, melegíti a térdeit. Továbbra is Mir vezetésével, tehát jönnek. Abszolút nyugodtnak tűnik Cunego is, meg Cioni, meg Gončar, meg az összes többi, aki itt van. Popovic megint fölzárkózott, jelentem. Garcelli pedig túl van a krízisen, most már egész emberi arc kifejezése van, hogy megy fölfelé. Nagyon nagy szerencsék van, hogy nem esik az eső, úgyhogy lefelé jobb lesz. Borzasztó lenne itt. Azért olvad a hó, a hólé befolyik az útra, imittam ott. Csodálatos vidéken megy. A verseny. Mihajlovics, vagy ahogy a rendező a fülünkre mondja, Mihajlovics. 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 Zule. Ez nem Vik. Bertolyattiék. Küzdenek. Letolta hosszú nadrágot ott a Alessiós fiú, olyan, mint a csizmába lenne. Sportszárba. Sportszárba. Ilyen vadászokni. Krisztián Moréni. Széle már töredezett, megcsúszott egy picit. Garcelli. Itt még nem dől el semmi, majd a következő emelkedő, amikor leérkeznek Bormióba, aztán fölmennek a Lamottára, és végül pedig föl a síparadicsomba. Két kilométer még a hegytető és a szurkolók. Wegman is küzd nagyon. Itt jön már Garcelli, mindjárt mögöttük. Nagyon jön Garcelli. Itt is a hófalakat használták Molinónak. Igen, reklámtábláknak. Bradley McGee-ek. Tonkov. Még tartja magát. Mi emberünk? Perez Cuapio. Mexicano. Mexicano.
Perez Kuapio itt ragadt végre valahára, mutat valamit. Christoph Brandt is ott van, 13. helyen a leszetetben, Lotto Domos, ő a legjobb belga. Ez itt mondjuk nem egy. Ki kellett azért faragni az utat. Igen. Ezért a hócsúszomlások nem lehetnek. Egyszerűek. Igen, egyszerűek és ritkák sem igazán. Többen halszálkáznak, Tomkova sor végén. Igen. Előtte Meggi. Garceli készen van. Teljesen. Teljes extázisba. Venga, venga, kiabálja. Manolo Sáiz. Manolo Sáiz. Aki szurkolóként eljött a versenyre. Küzdenek itt is nagyon, nem tudnak igazán tempót venni, a kocsikat pedig megállították az út célére. Másik csoportot kísérték, és lassan a másik csoport is beolvad, a Gerolstein kocsiját állítják meg. Garceli több mint egy percet elment Cunego-tól. Mennyi szent őrült van itt fönt, hihetetlen, és bringával följöttek itt a baszkok, azok természetesen itt is, mint mindenhol. És még mindig van fölfelé Garcelinek, aztán mondom 25 kilométer lejtmenet következik majd, és ez az egy perc, amivel Garceli elől megy, ez majd ott könnyen csökkenhet is. Most azért a Saeco is egy picit belehúzott. Miholjevic, alálán van ő is. Nagyon nehezen megy már fölfelé Miholjevic. Egy kis táplálkozás, Edi Mazzoleni nézi meg, hogy mi van a zsákban. Okosan csinálja, nagyon okosan csinálja a Saeco, csak ezt tudom mondani. Mindenre odafigyelnek. Mindenre. Mikor egyenek, mikor igyanak, mikor mit csináljanak. Nagyon kegyetlenül, de keményen küzd Garceli. Miholjevicet nem biztos, hogy utoléri már. Tehát nem lesz az övé a hegycsúcson az első hely. A Cunegoék pedig nyugodtan jönnek. Bravo!
Conego egy sorral előrébb jött, úgy néz ki, hogy most már egy emberük kiszállt innen a vezetésből. Vercelli pedig nagyon halad. Mindjárt fölérkeznek a Paso di Gaviára, itt mikor már sokan néző, akkor közelítünk a csúcshoz. Csak mögött a Szenyi divával az lehet, hogy Juan Gomez López. Igen, Gomez López. Tulajdonképpen ahogy néztem Garcellit, keresi a tekintetével, hogy egyáltalán hol jár. Egy szájkós elvérzett. Hátra igen. Került, már csak egy segítőjük maradt. Valószínűleg Mazzoleni maradt még itt elől egyébként, Smith szállt ki. Ott egy emberke bejött, Simone pedig ott méltatlankodik. Tolja az embereit, gyerünk, menjetek, menjetek, igen. Nem akarnak menni az emberek. Aki nem bírt, az meg ki is szállt. Igen. Egy ember maradt elő. Valami nem gömbölyű a szájkónál. Mihajlovics pedig fölér mindjárt a csúcsra, és ővé lehet a 2000 euró. Már öltözködik. Nem kapkodja el. Fölértünk tehát a Csimakopi tetejére. Egy gyors adategyeztetés. Az idő 16 óra 20 perc. Az remek. Igen. Hát 4 órára kellett volna itt lenni, hogyha 17:30-os érkezéssel számolunk. 4 órára? Igen. Innen még 40 kilométer. Látja, a leglassabb átlaggal 4 órára. Most 16 óra 20 van. És a leglassabb átlaga volt számolva 17:30-os befutó. De nem érkeznek meg 17:30-ra. Nyilvánvaló nem lesz 1 óra. Az átlévő táv. Megkapja a kis kamátkáját is Garcelli. Na most egy őrült száguldás kezdődik majd lefelé. 25 km lejtmenet jön. Epson. Akár a derbi is lehetne. Garcelli. Juan Gomez López. Juan Gomez López. Cunegoék jönnek. Moreni. Pedig a mezőny. Begyűjti a melegeket. Hoppá! Már a meleg kabátokat, úgy értem, melegítőket. Azt hittem, már láttál valamit. Nem, és itt viszont, ide viszont kéne melegítő, mert itt kérem szépen hó van a másik oldalon. Kéne a mackó. Nem kevés hó. Nem kevés, itt le kellett takarítani, hát mondom, hogy... Hát ezen az oldalán volt rossz idő egyébként a hegynek, ugye lehet látni, ezen az oldalán igen. Sütött a nap, itt normális volt az út, és sokkal kevesebb hó volt, törmelék volt, kőtörmelék. Abban a pillanatban, hogy átmentünk a hegynek az északi oldalára, abban a pillanatban, ugye óriási hómennyiség, hideg eső. Ez a másik oldal, a nyugati oldala. Most mondtam, hogy északi. Észak-nyugati, igen. Kösz. Tájoltunk egy kicsit. Versenyre. Tájoltunk egy kicsit. Szóval az észak-nyugati átjáró. Jó, konszenzus van. Látod, kicsit beszélgetünk róla, megbeszéljük. Van közös nevező. Fölérkeztek a hősök a tetőre most.
ők pedig már a robogásban vannak lefelé. Szép. Egyszer elment a hómaró. De az amit lehetett, persze. És az így maradt tavaszig. Santa Caterina Val Furva. Jönnek le a Serpentinem. Azért nem semmilyen hófalak között menni. Pilisben szokott, én ott Pilisszántó környékén. Azok a kis póznák azt mutatják, hogy nehogy valaki eltévedjen, az az út. Olyan magasságig lehet a hókotróval menni, és akkor ott látják, hogy hol az út. Egy szép felhők vannak ott a háttérben, ez volt a rossz oldal. Egy kis tél még itt azért fönt, az alpesi legelőken. Reglán. Downhill, Mihajlovicset látjuk, a lejtmenetben egyre lejjebb érkezik. Onnan látni, hogy kevesebb a hó. Mihajlovics tehát elől. Garcelli pedig itt van a spanyol fiúval, Gomez Lopezzel. Szépen lassan elfogy majd a hó, legalábbis ritkul, aztán nem sokára Bormióba érkezik majd Mihajlovics. Itt pedig jönnek a kósza litterek egyenként. A Gruppetto nem sokára megérkezik majd. Garcelliék kettőse. Ügyesen veszi a kanyarokat. Garcelli nagyon jó formában van, előré fog jönni ma az összetetben, legalábbis egyelőre úgy tűnik. Nem tudni a Simoniék mit akarnak ott hátul. Valami nem gömbölj a Szájko házatáján. Azt mondod. Mióta razia volt, a segítők nem működnek úgy, ahogy kéne. Állítottak az alapjáratukon. Más oktánszámú benzint kap. Más oktánszámú benzint kap. Nekik már a MOL szállít. Vagy a MOL. Garcelli viszont már a dűznikkel jól ellátta magát. Halad is szépen. Itt a horvát fiú. Érdekesen vette be ezt. Igen, a egyébként. De történelmet írt, akiben a Csima Koppin, azt törökre beírják oda a nagykönyvbe. Törökre? Törökre. Azt törökre beírják, azt mondtad. Azt örökre. Horvát fiút törökre beírják. Hoppá. Ez egy lámpa volt. És lőn világosság. Ennyi amortizáció igazán belefér. Igen. Hány éve itt vagyunk. Mihajlovics. Vladimir Mihajlovics nagyon szépen halad lefelé. Közel stávol egyelőre senki. És nem sokára megérkezik majd Bormióba. Ugye
tévedés ne esik, tehát Bormionnak hívják magát a települést, de a településtől néhány kilométerre lévő hegycsúcs is Bormio, illetve a fönt lévő síparadicsomot is Bormionnak hívják. Ezen a környéken minden Bormio. A Bormio. Húha. Nagyon lírai vagy. Gárcelliék, mint üldözők. Motoros meg húzza a nyelit rendesen. Ott van neki is kitéve ez a kis mai szakaszúnak a keresztül. Igen, ott a végét látható, hogy oda föl kell menni még Bormióba. Egy összetett állása Miholjevic szerzett 20 pontot, ezzel mindjárt följött a negyedik helyre. Gárcelli 16 pontos, annyi van, mint Simoninak, az elején nincs változás. Wegman, Kunego, Mósz. Gárcelliék megpróbálják Miholjevicet utolérni. Gárcelli. Gomez López. Jönnek, mennek az információk közben itt a kísérőkocsiknál. Igen. Ki hány percre van leszakadva, kinek mi kell, ugye folyamatosan tudnak kommunikálni. Végül is. Jó idő. Gárcelliék haladnak tehát lefelé. Sűrűn kell nyelniük, mert 1400 méter szintkülönbséget jönnek. És nem sokára megérkeznek Bormióba, Via Monte Cristallóra. Az Intergirohoz. Így van. Miholjevic most lefelé egy kicsit észhez tért. Nagyon-nagyon a végét járta ott fönn a Csimakoppinál. És ne feledjük, hogy van még egy hegy. Hát azt most meg lehet nyugodtan bátran jósolni, hogy a Bormiói 2000-es csúcsa nem ő fog elsőként fölérni. Nincs benne annyi erő, legalábbis a pillanatnyi állás szerint, amit az ember így képernyőn keresztül le tud venni. Itt a belga fiú Brandt. A Gruppetto érkezik, egy része. Jó néhány perc hátrányol, ők már kedélyesen elbeszélgetnek a nézőkkel. Miholjevic leérkezik lassan Bormióba.
Kikorognak a fékek, ám rendesen. Ő már Bormióban van, itt a sípálya egyébként, ott mellette, út mellett. Jó vagy? Jól. Jó. Akkor menjél. Akkor jó. Jó neked, jó. Jó neked. Csokolád. Zsáknikor. Zsáknikor. Csak mikor? Táplálkozik egy kicsit Mihaljevics. Gárceliek is leérkeztek a városba. Hamarosan következik az Intergiro. Több kisebb városon is áthaladnak egyébként Bormio felé tartván. Ilyenek San Antonio és Uzza. Csak hogy teljesen korrektek legyünk. Óriási küzdelem is hátul a felzárkózásért. Gárceliék. Mihaljevics még az Intergirót elviheti, az még pár kilométer és odaér. Aztán lesz majd még egy kisebb emelkedő, mielőtt megkezdik a Bormiói hegyet mászni, 1210-ről fölmenek 1425-re. Tovább tart még a száguldás, még azért nem értek le teljesen Bormióba, még egy pár kilométerük van az Intergiróig. Egy 15-re vannak Mihaljevics mögött Gárceliék, és 2:30-ra megy Mihaljevics a főmezőnytől. Igen. Nincs veszélyben a rózsaszínű trikó. És 30 km van még a végéig. Tehát még 10 km a nagy Bormio, az Intergiro. A város és nem a hegycsúcs. Így. Gárceli csoportja. Osztrák fiú. Juan Gomez López. De, bocsánat, a spanyol fiú. Osztrák fiú. Uniós. Uniós. Sok észhez tértek, jelzem. Itt van Simon, itt van Cunego, és megint vannak segítőik. Igen. Popovics beöltözve. 1:30 az előnye Gárcelinek. Igen, és két segítője megint van elől Simonéknak. Csak észhez tértek. Mazzolini lesz az egyik. És mind a másik valószínű még mindig.
összelöködött itt ez a sor. Megjött a Szönyi Edivá kísérőkocsia. Energiaszeletet adnak föl Gomis Lópeznek. Haladnak szépen. Marcelliék. Itt pedig a Saeco tisztes távolságból figyeli az eseményeket, nem kapkodják el. Majd az utolsó hegyen talán. Mihály Levicset látjuk egyedül. Na leértek a városba. Ez már Bormio jó. Voltak el. Viszonylag későn volt egyébként az indulás 3:42-kor, hiszen ma időzőjelben mindössze 118 kilométert kell megtenni, de hát ebben 3 hegy van belesűrítve. Mihály Levics még mindig tartja magát, egy fekvőrendőr. Kollega. Üvegtigrisből. Garcelli. Garcelli nagy napja ez a mai, legalábbis eddig. Meg Christian Morini. Hátul. Itt pedig a Simoniék féle sor és Cunego. Egy 45-öt írnak most ki különbségre, ennyivel megy még Mihály Levics Garcelliék előtt, és itt jön most már a főmezőny is közben. Azt hiszem, hogy befogják őket. Minden esetre a horvát fiú jó erőben van. Bormio tehát, itt lesz az Intergiro mindjárt. És oda kell fölmenni a sípályához. Az még egy zombos tangó. A Bormio Intergirohoz közeledünk, tehát pillanatokon belül
Jó kis keskeny út, oda néz, milyen helyre vitték be az Inter Giro-t. Itt van az Inter Giro, városközpontban. Jó kis sikátor. Szájkósan egyébként elő ebben a sorban most sikerült egy kicsikét rendezni a sorokat. Tehát öten vannak elől, Cunégon és Simonin kívül Bertagnoli, Mazzolini és Schmid van elő. És azért lehet, hogy a Cima Coppin esetleg nem mindig úgy alakult minden, hogy a Szájkó tervezte, de az szerintem jelzésértékű, hogy az utolsó hegy előtt öten ott vannak elő. Mégis jó lesz az az oktánszám. Megérkeztek ők is a városba. Hát a sikátoron, nehogy valaki kilépjen a házak közül. Öreg Giuseppe. Járda nincs. Az Inter Giro helyszíne. Itt jönnek. Nézzem, most már ez a Szájkó nagyon elkezdett dolgozni, oda teszik magukat, és létszámban is elegen vannak. 2-20. És Garcelli gyakorlatilag 1-20-ra megy előttük csak, még mindig. És Garcellinek 4,5 perc a hátránya az összetettben. Garcelli? Nem is 1-20-ra megy ő előttük. Nem annyira. 54-26 másodperce. 1-54 és 2-20. 26 másodperce. Igen? Igen. Jó. Itt mennek Garcelliek előttük. Igen. Itt mennek előttük. Ezért nem izgatták magukat a Passo di Gavián. Hadd menjem. Moreni, Garcelli. Ez pedig a Bormiói hegy, a hegyi befutónak az adatlapja. 1938 méter magasra kell fölmenni, 742 méter szintkülönbség, majdnem 10 kilométer, 7,5% az átlaga, helyenként 12. Az a legmeredekebb része.
Mihaljevics egy kicsit idejött előre a kísérőkocsi megtámogatva őt. Mihaljevics, Garceli, Gomis, López. Itt a mezőny eleje, Mihaljevics nem kér most semmit. Garceli csoportja jön itt. Tragikus néhánynak a helyzet. Hihetetlen. Hogy megtudnak... Idővel aztán elfáradnak. Moreni a kiskulacsból iszik. Garceli csoportja. Megkezdik lassan ezt a kisebb emelkedőt, még aztán innen még lemennek. Mihaljevics. Nagy napja ez neki. Mazzoleni kartja mögött a Simone, itt Cunego, Popovic, Karate, Laverde, Jimenez, Gonchar, és a többiek. Gyönyörű, szép hely. Télen is, nyáron is. Garceli egy csoportja. Ez Villa. Francisco Villa, igen. Körülbelül ők még egy ilyen 5 kilométert mennek ilyen szakaszon, ilyen terepen, és utána kezdik el majd megmászni a Bormio 2000-et. Crescenzo D'Amore vezet az Intergiro-ban. Olajozottan megy a gépezet. Igen. Valjevic jön. Pilis. Olyasmi. 18 kilométer. A célig, és ez most már csak az emelkedő lesz majd. Nem sokára levethetik a bukós isakot. Hát igen, az a 18 kilométer ebben a sebességben majdnem egy óra. Igen. 20-as átlagot kell számolni körülbelül a hegymenetre. Jó, persze ez teljesen korrekt, nekem csak az nem tetszik, hogy az Intergiro 19,6 km a vége előtt volt. Az körülbelül 5 perccel ezelőtt volt. Vannak tévedések egyébként. Nagyon már 1 kilométert jöjjenek azóta. De na, kijöttek Bormióból, és most mennek fel a sípályához. Orosz szakaszgyőzelmek a Giro d'Italia-n. Tonkov 7, Berzin 5, Konyisev 4, Gonchenkov pedig egy szakaszgyőzelemmel büszkélkedhet. Tonkovnak 95-ben 3 szakaszgyőzelme volt, legutóbb 2002-ben nyert. Berzin szépen elosztotta, minden évre egyet.
kivéve 94-et, amikor 3-at. De 94-ben, 95-ben és 96-ban is tudott szakaszt nyerni. Mihajlovics pedig itt halad. Egy 52-05. Ezek a különbségek vannak most. Viláikat mutatják most éppen. Marzolini. Megbillent egy pillanatra Marzolini. A háttérben 4000 méter magas hegycsúcsokat láthattunk, vagy legalábbis közel 4000 méter magas hegyek van bőven ezen a környéken, Bormio környékén. 2700, 3900, 3700 méter magas hegyek. Egy ilyen 30 km sugarú körben. Livigno egyébként Bormiótól nyugatra van, kb. Egy ilyen 20-25 km-re légvonalban. A Foscagnoi hágón kell átmenni, ami 2291 méter, innen Bormióból, és akkor Livignóba át tud menni az ember, ami szintén egy nagyon híres síparadicsom. Na kezdik a hegyet. Vetkőzés. Egy néhány kilométer múlva meg is érkeznek. Én úgy számolom, hogy ez a 15 kilométeres kapu lesz nagyjából, ahol most átjöttek, és szépen lassan elkezdi az emelkedőt. Miholjevics most járnak körülbelül 1300 méteren, innen fölmenek 1425-re, a La Mottára. Az még egy kisebb hegycsúcs, és a La Mottáról még lejönnek. Egy ilyen 3,5-4 kilométeres lejtmenet lesz, kb. Egy 300 méter szintkülönbség, 3-4 kilométerre, és utána onnan kezdik meg majd Santa Luciából a Bormio 2000-es hegy megmászását. Simoni kiáll a nyerekből, ott egy kicsit helyezkedik. Érzésem szerint még várnak. Itt még mindenki dekkol. Majd ezen az emelkedőn most már Mihajlovics lassan elkezdi a meredeket.
itt látjuk Cunégót. Előtte pedig Simoni, Marzolini, Gončár. Kilométer még a célig. Mihojlevics. Hegy következik. Kószán tekeregnek a kocsik között a versenyzők, van aki leszakad, van aki fölmenésben van, most már nem haragszik senki senkire. Túl vannak a nagyon nagy hegyen, Mihojlevics pedig itt még egy kis lejtmenetben megy, és aztán megkezdi majd a bormiói hegymászást. Popovics most megy föl, valamiért megállt. Mihojlev is 2 perce van Cunégóék csoportjától. Kíváncsian várom, hogy mi lesz majd a hegytetőn, amikor mennek majd fölfele, akkor megindul-e ez a csoport, vagy pedig várnak. Simoni vajon mire vár? Egyáltalán ma mennie kéne, hogy döntése jusson, hogy kinyeri a Giro d'Italiát, vagy a fiatal Cunégó megnyeri a versenyt. Kérdések, kérdések és kérdések. Cunégó mögött pedig ott van Gončár. Hosszú-hosszú kilométerek óta ugyanebben a leosztásban dolgozik a Saeco. Mihojlevics. Olyan a cipője, mint a torna cipőben.
Itt pedig a mezőny. Brandt is itt van, Lottóból. Itt pedig Mihojevic. Most nem zúg. Most jó. Most jó, igen. Az összetett verseny állása Kunego, Gončar, Popovic, Simoni, Belli, Garcelli szeretne előrébb jönni a hetedik helyről, amire van esélye. Valaki viszont megindult. Tíz kilométerrel a cél előtt. Méghozzá Mihojlevics. További helyezések, Noé a 11. Karate, Brandt, Tonkov, Sella, Kanada, Laverde, Moreni, Lobato és Digande. Még egy kis táplálkozás, aztán lassan lekerülnek majd a bukós isakok, és az utolsó emelkedő következik. Ott a bukós isak lekerült, Mihojlevics leadta a sapkát is. Itt pedig a Szájkó. Mihojlevics. Halad a mezőn szépen. Miközben azon gondolkodunk, hogy vajon
mikor indítanak már egy igazi támadást, mikor akarja valaki felborítani ezt a trendet, ezt a státuszkót. 18-19-20 másodperc itt a különbségeket mérik, és hátul pedig szépen mindenki fölért, aki csak tudott, együtt kezdik majd meg az utolsó emelkedőt. Mihojlevics. Ő is fáradt. Kunégot nézzük, váltott éppen a kezével. És a szájkósok megindulnak most. Itt ugye rózsaszínű trikót adnak, nem sárga trikót. A rajongóknak mindegy, lekapkodnák bármelyiket. Na, a Bormiói hegyet látjuk. Itt a sípálya, ott van a sífelvonó. Itt a vége, ahova leérkeznek. Most mennek le a bukósisakok, eldobják, gyűjtőknek. A legjobb érzés, amikor a bukósisakot leadhatják. Két perc az előnye még. Mihojlevicsnek, a horvát fiúnak. Edi Mazzolinit látjuk. Kunégo, Gončár. Hol van Simoni? Ott van Simoni. Elkezdődött a verseny. Tonkovics előrébb jött. Mazzolini, Kunégo, Gončár, Tonkov. Vannak leszakadók. Például Garcelli. Pelicottival együtt. Így van. Hát eddig bírtam. Mazzolini. És megindul Simoni. Simoni. Ezért mondtam, hogy az utolsó hegyre kell itt koncentrálni. Hát... Régi igazság. Gibó megindult a hegy aljában. Mindenki annyit meg, amennyit akar az előző hegyeken. A végén fogják számolni. Kunégo meg nem megy. Kunégo nem fog menni természetesen. Megy Belli. És Karate. Ez volt szerintem a megbeszélés, hogy ez. Ha Simoninak van annyi ereje, hogy az utolsó hegyen támadjon, akkor menjen. Akkor nem fog menni Kunégo, és visszafogja a többieket. Bizony. Ennyi, szimplán ennyi volt a Szájkónak a taktikája. Öt emberük maradt elől, nem érdekelte őket, hogy ki van szökésben. Tudták, hogy sok hely van ma. Túlságosan is sok. Szella. Emanuele Szella megy. De a többiek nem, és nem Szellának kéne Simonival menni. És a többiek megtorpantak, senki nem megy. Sem Gončár, sem Popovics, sem Csióni, senki. Hát úgy voltak vele, hogy Simoni kap majd esélyt, ha tud vele élni, akkor nyerhet, ha nem, akkor viszont Kunégóval megnyerették volna. Megy Kunégo is. No, ez érdekes. De csak addig, amíg... Ja, meg kell fogni a Csionit. Meg kellett fogni a Csionit. Látszik a kicsin, hogy jó erőben van. Hú, de erős. Kétszeres győztes. Hát igen. És szerintem, hogyha meg lesz a harmadik jövőre Kunégo napjai. Biztos.
Sella vajon mit tud? Mit tud még ma? Nyert már egy szakasz Emanuele Sella. A neutrál kocsik, na végre verseny van. Gibo kiabálják. És Goncsár még mindig ott van. Hátra néz Simon itt a Serpentinnél, látja, hogy jön-e mögötte valaki. Neki nyilvánvalóan nem Sella az ellenfél. Perc, 38 másodperce van Simoni lemaradva Kunégótól. Úgy vannak vele, hogy ezen a hegyen ezt meg tudja csinálni, le tudja faragni. Igen, akkor csinálja. Csinálja, ha legyen. Szövé, akkor vigye. Ha megnyerte, hadd vigye. Így van. Végül is ez így teljesen korrekt. Ennyi azért jár egyébként Simoninak is, tehát ezt rögtön hozzáteszem. Független attól, hogy Kunégó nagyon erős. Az előző szakasznál ugye Kunégónak segített Simoni, most ezt visszakapja. Ha tud vele élni, akkor nyerjen. Jön Simoni. Még legalább egy fél óra, míg fölérnek a hegytetőre. Cioni, Kunégo, Goncsár és Mazzoleni következő sorban. Vaj, Szigiaválnak. De a fiatal Sella is nagyon jól megy. Nem tud nagyon elmenni Simoni. Igen. Cioni most nagyon megy, és hát Kunégo hiába van ott nehezéknek. Most a többiek is azért dolgoznak. És ott van még Mazzoleni is. Váljevics is milyen jól bírja, még itt van a sor végén. Váljevics megütötte a térdit tegnap, de most már egy kicsit jobban van. Hát ha viszont nem tud elmenni Simoni, akkor viszont Kunégo. Arról nem tehet Kunégo. Így van, akkor viszont miután amúgyis van 2 perc, 40 másodperc forja, akkor viszont el fog indulni előbb-utóbb. Megpróbált mindent, így megtesznek van, mindent, megadták a lehetőséget, nem tud vele élni, nem az igazi Simoni. Akkor ennyi, akkor viszont ezen a napon dőlhet el a Giro d'Italia. Nem, úgy néz ki, hogy nem tud élni a lehetőséggel Simoni, pedig valóban nagyon gálánsan a csapat fölkínálja neki a lehetőséget. Kunégo nem így megy elő, ő másképp, más dimenzióban tud haladni. Utól fogják érni Simoniékat. És kíváncsi vagyok, hogy ha ez megtörténik, akkor hogyan fog változni a Sagan taktikája, valószínűleg tartani, hogy Kunégot viszont elengedik. Akkor viszont nyerjen és szedjen össze még több előnyt a 2,5 perchez. Még tegyen hozzá egy-kettőt, ha tud. Goncsár még milyen jól tartja magát, most érik utol Mihojlevicset. Ez így kevés. Simoni és Sella. Hat kilométer még. Goncsár. Harate is leadja a sisakot közben. Kunégo tudna menni, Kunégo egyedül, aki tudna menni, ő tudna menni. Meg a fülére azt, hogy ő tudna mehet. Menni. Igen. Kénytelen Goncsár menni. Veszélyben a második helye. Itt egy megfeszített így olyan volt Kunégo egyébként. Arra vár, hogy mikor kapja meg a szabad jelzést. Simon is megpróbál észhez térni.
Beszélget Kunigo. Igen. Magdolinivel megdúcsizzák a dolgot. Perez Cuapio is még ott van. Popovics szakadozó van. Előtte Noé. Gončar néz. Harate itt van. Szép melírja van. Belli Kunigo mögött. Magdolini még van neki valamit. Belli, igen. 18 másodperc. Ez nem túl sok. Hát az nem várható el nyilvánvalóan Kunigótól, hogy most előre menjen és beálljon húzni Simone elé. Tehát azt nem fogják megcsinálni. Ha egyedül nem tud menni, akkor ennyi volt Simone-nak. Nos, megy el Sellától Simone itt a meredekebb részen. Felőrölte Sellát. Két napja van Simone-nak, hogy megnyerje a versenyt, és főleg a mai szakasz, ez a Bormiói emelkedő, ami, ahol megnyerheti a Giro d'Italiát. Sokám 3 percet elmenni itt. Nem tud 3 percet elmenni, szerintem. Nem. Hát 5 kilométer van, és van 18 másodperc, az összetetben meg 2.38 hátránya. Igen. 2.20-at még kéne hoznia. Hol? Popovics. Saját gruppettó van, kezd leszakadni, megpróbál fölzárkózni még a sorhoz. Cuapio, Cioni, Harate, Valjevic. Ennek a tempónak Gončar örül a legjobban, hogy nem megy eszeveszetten Kunigo. Tehát a Szájkó taktikája már. Ezért volt elől 5 ember, hogy megadják a lehetőséget a kétszeres Giro d'Italia győztes Simone-nak arra, hogy megfordítsa a versenyt. Ha nem tudja, jön a fiatalság. Végül is, amikor engedte Kunigót, akkor Kunigo ért a lehetőséggel. Igaz, hogy nagyon sokat ment, de kiharcolta azt az erényt. Kunigo vár. Mindegyik csak vár. Lehet, hogy Belli és Karate megunják. Flamon szurkolok az út mellett. Cioni. Cioni milyen erős. Nem is kis átétellen megy. És Kunigo meg megy vele. Gončar is megy. Gončar előtt is le a kalapra. Mondtam neked, Gončar jól tartja magát. Hol tartja magát? Most indul meg Cioni. Ő szabadon versenyezhet, ebben a mezőnyben nincs neki különösebb feladata, majd csak a sprinteknél kell fölvezetni. A hegyi szakaszon nincsen dolga. Centivel nem menne előrébb Kunigo, neki most nem az a dolga, hogy utolérjék Simone-t. Innentől lett jó a verseny. És ennyi csak, ez semmi. És hogyha utol fogják érni Cionit, akkor... Akkor annyi. Vagy Simone-t. Simone-t, igen? Igen. Akkor Kunigo mehet. Popovics fölvette a tempóját, nem szereti ezeket a lökésszerű támadásokat. Jaroszláv Popovics. Nem tud elmenni 3 percet Simone. Szerintem semmennyit nem fog tudni elmenni. Nagyon minimális az előnye.
szétszakadt az üldözősor is, most a Csioniék leléptek, most Popovics ugye innen leszakadóban van. Ott vannak a nyomában. 50 méterre van körülbelül, vagy már annyira sem. Csioniban van annyi erő, hogy utolérje Simonit. Vagy Goncsár. Ennyi. Cunego a legerősebb ebben a mezőnyben. Ez magasan kiderül. Játszik könnyedséggel, mert Simoni nem tud gyorsítani. Ez nem az a Simoni, aki tavaly ilyen csodálatosan ment. Igen. Megint csökkent a különbség. Csioni, Goncsár és Cunego az üldöző. Harate és Belli. Nanzolini. Ennyit tudott elmenni Simoni, ez nagyon kevés. És hogyha nem figyel oda Cunego, akkor nem is tudja Szájkos megnyerni a szakaszt. Tartok tőle, hogyha utolérik Cunegoék Simonit, az több lesz, mint egyszerű utolérés, egy generációváltás. Igen, így van, így van. Szella is nagyon keményen tartja magát. Szellából is jó kis bringás lesz. Jó. Szereti a hosszú, nagyon makacs. Makacs, nyakas gyerek, igen. Hosszú szökéseket bevállal szívesen, bírja a hegyet is. Csioni milyen erős. Utolérik Simonit. Szerintem most szegény Cunego elbújik, nehogy azt higgye Simoni, hogy ő csinálta, úgy bújik, hogy nehogy lássák, hogy mi van. És Corti lehet, hogy most mondja meg rá a fülére a... Claudio Corti, hogy most menni kell, igen. Te vagy. Lehet, hogy Simoni mondja most. Azért döbbenetes pillanatok. Igen. Nem csak arról van. Mond valamit, mondd-e valamit neki, vagy egyáltalán szól valamit. Goncsár támad. Goncsár a hegyi király. Hát hihetetlen. Kérem szépen. Goncsár élete legjobb formájában van. Simoni most. Most dumálnak. Most beszélnek. Most beszéltek. Beszólt a kocsiba. Na kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Hogyan döntenek? Hát úgy. Persze. Hát úgy. Költői volt a kérdés. Ez csak is úgy lehet dönteni. No. Előttem az utódom. És várjál csak, Csioni hányadik? Ő is elő van az összetetben. Csioni 8. 4 perc 31-et. Javíthat rajta. Goncsár viszont megőrizheti a második helyét az összetetben. De bizonyán, mert hogy Popovics előtt is volt. És ha úgy lenne, mint régen, hogy az utolsó előtti nap van még egy időfutam, akkor még Goncsár nyerhetne Giro d'Italiát is. 40 kilométeres időfutammal. Perez Cuapio jön föl. Kilométer van még a célig. Nem változik az összetett állása. Damiano Cunego szerintem még a szakaszt is megnyeri. Ezeket lesprinteli. Simoniak méltóság teljesen kell elviselni ezt a dolgot, de azt hiszem, hogy tudja is, érzi is. Megkapta a lehetőséget. Abszolút korrekt módon. Ennyi járat, ez teljesen természetes.
De hát ez nem szeretett otthon. Kettő kilométer? Perez Cuapio is. Még a végén Perez Cuapio. Lehet. Ki tudja. Sok mindenre képes a kis kolumb mexikói. Pillanatra már lehetett hallani a hangos bemondó hangját. Elől a célnál Goncsár. Cunégo. Szella jön. Szella jön, megpróbál fölérni. Lelkes artista. Goncsár. Cioni. Megindult Cunégo. Leszakad Perez Cuapio. Igen, ezzel nem lehet mit csinálni, most behúzza a féket, hát ezzel nem lehet mit csinálni. Persze. Kettő kilométert írnak. Damiano Cunégo. Goncsár. Noé. Egy szurkoló. Damiano Cunégo, vajon tudatosul-e lassan ebben a fiúban, hogy... Ennek a szurkolónak valaki mindjárt lenyom egy sallert. Belli út utoléri, akkor Belli lenyom neki egyet. De idegesítő egyébként. Ma nem izgat a Cunégot, láttam, azt a Méla undorral így. Igen, ránézett. Cunégo a legerősebb ebben a mezőnyben. Ez vitathatatlanul. Nincs más. Popovics küzd. Vájevics. Simonit éltetik itt a festőművészek. Cunégo visszanéz. 1200 méter van még. A szakasz győzelemért megy a küzdelem. Ami 20 másodperc jóváírást jelent. Kodolnak is szurkolnak itt oldalt. Goncsár előre megy. Garcelli. Hiányzik az az erő, amit elpocsékolta. Másik hegyen. Egy kilométeren belül. Cunégo megnyeri ezt a szakaszt. És megnyeri a Giro d'Italiát nagy valószínűséggel. Holnap még ugyan van egy hegyi szakasz. De hát itt a mai forma alapján, meg lassan most már mondhatjuk azt, hogy a 3 hetes forma alapján ő a legerősebb ebben a mezőnyben. Csoda nem fog történni, így van.
Ez ma egy vízválasztónak szánt szakasz volt, az is egyébként. Fölkínálták a lehetőséget Gilberto Simoninak a csapat részéről abszolút maximálisan korrekten, hogy megnyerheti, visszahódíthatja Maia Rosát, nem tudott vele élni. Ezt a fiút pedig visszafogni nem lehet. Nem lehetett, hát olyan, de, de Szilaj Csikó. De nem ment utána, tehát ő teljesen korrekt volt. Így van. Teljesen egyértelmű, hogy meg lehet beszélve előre. Perez Cuapio is megpróbál megindulni, Cunego nagyon figyel. Én még Perez Cuapióban bízom. Nem volt azért olyan erős, hanem voltak neki gondjai. Nem, de nála soha nem lehet tudni. Nyert ő már szakaszt a Giro d'Italián, dobálta befele a kerékpárját az árokba, elszakadt a lánca. Meg fog indulni egyébként a mexikói. Igen, ott sunyiskodik hátul. Nem, nagyon figyel. Nagyon figyel, Cunego. Még nyer, akkor még 20 másodperc. Ez a harmadik szakasz győzelme lesz akkor, ha megnyeri. 3 perc volt. Nagyon figyel, olyan nagyon figyel, hogy egész egyszerűen. Valaki megindul? Végre. Cunego fog megindulni. Uh-huh. Megindul. Ő biztos, hogy megindul. Simoni is meg fog indulni. Cioni is nagyon készül, de még van ma végig. Cioni, elfáradtam azért, nagyon sokat ment, hogy Simoni tudta lérje. Itt a célegyenes, nem szabad ezt elkapkodni. Lehet, hogy Simoni nyeri a szakaszt. Gončar elől. Jön Popovics. Sí, nagyon figyel Cunego, meg fog indulni Cunego és Simoni is. Kíváncsi vagyok, hogy a Simon indul meg hamarabb, akkor Cunego... Nem létezik ezt a fiút megverni, nem létezik ezt a fiút megverni. Ez a fiú külön időt fog szerezni még itt. Damiano Cunego egyszerűen a legerősebb a mezőnyben, olyan volt, mint a rakéta. Mint a rakéta, kérem szépen, elmegy, külön idővel fog beérkezni, megnyerte a Giro d'Italiát. Kimerem jelenteni, megnyerte a Giro d'Italiát. Nem lehet megverni ezt a fiút, egész egyszerűen nem lehet megverni. Cunego harmadik szakasz győzelme, külön idővel jön. Cioni lesz a második. Gončar a harmadik, Simoni a negyedik. Ennyi. Eldőlt a dolog. Abszolút eldőlt a dolog. Simoni. Simoni arcát egy pillanatra láttuk, volt benne keserűség is. Meghalt a király, éljen a király. Ezt a fiúval, ezzel a fiúval nem lehetett mit csinálni. Garcelli jön. És Brandt a belga. Garcelli is tudhatnánk több nap, mint kolbász. Neki ugrott a Passo di Gaviának, pedig volt még egy hely. Ezt mondtuk, hogy nem így kell ezt csinálni. Mazzolini könnyedén. Karate jön. Egyébként Mazzolini nagyon, ő nagyon jóban van Cunegoval. Ők ketten mindent megbeszélnek, és nagyon sokat segített neki. Hát nem lesz háromszor a Giro d'Italia győztes Gilberto Simoni, mert jött egy fiatal ember, akit nincs értelme visszatartani. Ez egy gyémánt. Damiano Cunego. Igen, egy csiszolatlan, de most már foglalatban van, ha megnyeri a Giro d'Italiát. A királyszakasz győztese Damiano Cunego, és általában a királyszakasz győztese az összetett győztes is. Hát ez olyan demonstratív. Valjevics jött. Akkor elindult, nem tudtak vele mit kezdeni. Simoni, tehát nem tud nyerni, Garcelli pedig a Cima Coppin brillírozott, de korán kezdte. Érdekes pillanatok ezek, hogy nem csak egy sporteseményről van szó, nem csak egy szakaszról, hanem itt tényleg most egy generációváltást láthattunk. Gončar is milyen jól tartotta magát. És még egyszer. Damiano Cunego, tehát a harmadik szakasz győzelme. És most már nincs ellenfele, egész egyszerűen nincsen ellenfele. Ennyi. Úgy ment el, ahogy akart a végén mindenki mellett. Hát jól számoltuk, hogy fél hatra nem fognak megérkezni majd.
a versenyzők. Kicsit a holnapi napról pár szóban engedjék meg, hogy beszéljek. Holnap Bormióval, Prezolánába mennek majd, az sem lesz egy pajzámmal jár is. Három darab hegyet kell megmászni. Először jön a Mortirolo, az kegyetlen, kiemelt kategóriás hegy. Átlagban 10%-os, helyenként 18. Aztán jön az 1828 méter magas Passo del Vivione, ami majdnem 20 km hosszú hegy, átlagban 7%-os, és a végén a Passo della Prezolana, ami 8 km 7%-os, helyenként 16%-os emelkedő. Valószínűleg tartom, hogy Damiano Cunego holnap megnyeri azt a szakaszt, és ezzel végleg elintéz mindent maga körül. Nem mintha így lennének kétségeink, hiszen szinte biztosra lehet most már kijelenteni, hogy ő nyeri meg az idei 2004-es Giro d'Italiát, és azt hiszem, hogy ez rendjén is van így. Simoni közel sem volt olyan jó formában, mint az eddigi győzelmei során bármikor, és egész egyszerűen nem tehetik meg Cunegóval a csapatfőnökök, hogy erővel visszatartják. Ez is azt hiszem, hogy teljesen nyilvánvaló és mindenki számára érthető dolog. Amit ma Simonival megcsináltak, az tényleg egy abszolút fair play díjas dolog volt, és egy nagyon emberi dolog volt a Saeco részéről. Fölkínálták a lehetőséget, Simoninak nem tudott vele élni. Így viszont Cunego fogja megnyerni az összetettet.